Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, újra jelentkezik a sólyom hangja, és hát ezt nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a célunk az, hogy minden kosárlabda szeretőt, minden Falkó szeretőt, minden szurkolót elérjünk, és természetesen nem csak őket, hanem azokat is, akik majd a jövőben lesznek kosárlabda barátok és Falkó szurkolók. Sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet, de mielőtt megkérném, hogy mutatkozzon be röviden, szeretnénk elmondani azt a köszönetet, amit a szponzorainknak fejezünk ki. A podcast adások működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. További szponzoraink a redmobileshop.hu és a Danubius Hotel Bükk, mint tudjuk, a család hotelje. Még egyszer nagyon nagy köszönet nekik. Nos, hát akkor, ahogy mondottam, volt a mai vendégem dr. Laki Ádám, aki a Falkó csapatának erőléti edzője. Na most akkor ezt ugye többekbe felmerülhet a kérdés, hogy ezt tisztázzuk, hogy tulajdonképpen mi is ez a pozíció, vagy hogy is működik. És erre akkor megkérném szépen Ádámot, hogy legyen kedves, mutatkozzon be, és meséljen nekünk erről néhány gondolatot. Szia Barni, szeretettel üdvözlök én is minden hallgatót. Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Hát hol is kezdjem? Kezdem akkor az elején. Igen, hallottam, évszámokkal bajban volt. Ugye az idő rohan. Igen. Nem várt egy kicsit utána nézni. Dávid küldött nekem egy rövid puskát, hogy mire számítsak, és utána kellett néznem, hogy mikor is kezdtem a munkát itt a Falkónál. 2017-18-as szezontól vagyok erőléti edzője a csapatnak. Akkor a Szrecskó mester kért fel erre a feladatra. Együtt érkeztünk egyébként a Milossal, ő is akkor kezdte a munkáját itt a csapatnál. Ugye ezt nem nagyon tudják a nem közvetlenül a csapatmérkőzéseit látogatók, ugye, hogy tulajdonképpen a Milos az a Szrecskóval került ide. Pontosan. A csapathoz, és ha jól tudom, akkor előtte, ugye ő már vele beszélgettünk, a Rád Géber akadémián keresztül érkezett Magyarországra, és most örülünk, hogy itt vagytok, és megy a szekér. Igen, szóval, ahogy említettem, együtt kerültünk ide. Én előtte már egy 3 évet dolgoztam az utánpótlásnál erőléti edzőként, illetve kosárlabda edzőként is, és ott sokszor volt átfedés a felnőtt edzés, illetve az utánpótlás edzésben, tehát dolgozott a pályán a felnőtt csapat, én dolgoztam az utánpótlással a konditerembe, és azért így megismertük egymást, illetve a Szrecskó is megismert, és ezt követően kért fel a feladatra anno. No, akkor tulajdonképpen mikor csatlakoztál te a Falkó családhoz? Tehát gondolok én itt a kezdetekre, jó? Tehát nem az, amikor már te egy tevőlegesen részt vettél, hanem például gyerekkorban volt-e olyan, hogy elmentél egy mérkőzésre, láttál egy óriási mérkőzést, aminek nagy hangulata volt, és akkor megfogalmazódott benned, hogy én ezt vagy mint játékos, vagy mint szurkoló, ezt csinálni fogom. Érdekes ez a történet, mert én világi életemben röplabdázóval szerettem volna lenni, hiszen édesapám is profi röplabdázó volt, és így a családban ez volt a fő sportág. Viszont Szombathelyen nem volt akkor, amikor én kicsi voltam, olyan röplabda csapatról el tudtam volna kezdeni játszani, vagy hát edzeni, és így a kosárlabda volt a másik opció. Azt hiszem, hogy jól emlékszem, ilyen 12-13 éves lehettem, amikor elkezdtem kosáredzésekre járni, a Pikler Gergely volt az első edzőm a Piki személyében, és hát azután igazából folyamatosan ott voltam az összes edzésen, az utánpótlás csapatokat végigjártam, szinte az összes hazai mérkőzésen ott voltam, tehát azért régre visszanyúlik ez a kapcsolat így a Falkóval és a Falkó családdal. Tehát akkor gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy játékosként csöppentél be a Falkó csapatába, és akkor végig jártad a Langrétrát, ugye? Tehát játék, és akkor egészen az U20-ig, és akkor, ha jól tudom, utána az egyetemen is. Igen, ott volt még egy... Igen, ott volt egy év, a 2009-es szezon, amikor felnőtt kerettag voltam év elején, és akkor ott igazából egy válasz út előtt álltam, hogy kosárlabda vagy az egyetem, és akkor én úgy értékeltem, és úgy láttam, hogy az egyetemet érdemes inkább választanom, akkor feküdtem rá jobban a tanulásra, és azt követően végeztem itt Szombathelyen testnevelés olasz szakon. Ez BSC volt, tudta benne, igen. Így is mondhatjuk. Tehát a tesi olasz szakon, és utána elmentem Budapestre a TF-re gyógytesi szakra, mert akkor még nem volt itt Szombathelyen gyógytesnevelőképzés, és én mindenképp szerettem volna ezt elvégezni.
és akkor mentem MSC képzésre a TF-re, és ott végeztem ezt el, és ott végül kosaraztam az egyetemi csapatokban, itt Szombathelyen is, illetve a TF-be is. Nagyszerű. Ebben óriási párhuzam van egyébként, mert én is itt 8 évet játszottam az egyetem csapatában annó, és nekem is egyértelmű volt, hogy ez a következő irány a testnevelés tanítás mellett. Úgyhogy egy ilyen kis kitérőt talán megengedhetünk. Na, mi a pontos titulus a csapatnál? Tehát erőnléti edző, ugye? Röviden ennyit tudnak erről az emberek, de például egy nemzetközi szinten hogy hívják ezt, vagy tulajdonképpen mit jelent az, hogy erőnléti edző? Azt elmondtad, hogy ugye végzettség TF, aki kimondottan erre a specializációra adott neked felsőfokú végzettséget. Tehát mi ez az erőnléti edző, vagy mi a dolgod tulajdonképpen, mit csinálsz? Ezt így pontosan nem mondanám, mert Magyarországon ilyen egyetemi képzettség, hogy erőnléti edző, ilyen nem is létezik. Tehát ugye ez mondhatjuk egy picit ilyen hiány szakma is. Egyébként máshol van, tehát tudsz róla, hogy ilyenfajta képzés. Vannak képzések, de kimondottan szakirány. Egyetemi keretek között nagyon-nagyon ritka. Ugye OKS képzések, felnőtt képzések, ilyesmi jellegű képzések vannak, de azok sokkal rövidebbek. Például mi is csinálunk egyet a TF-el és az MKOS-szel közösen egy ilyen erőléti edzőképzőt. Ez van talán a legközelebb az egyetemi képzéshez, de ez is egy ilyen levelező jellegű, egyéves képzés. Amikor én elvégeztem ezt a testnevelés, gyógytestnevelés szakot, utána rengeteget tanultam az ottani mentoromtól, a Lukásztól, egy lengyeluli ember, aki az MKS-nél is dolgozik, illetve azóta is jó kapcsolatban vagyunk, és rengeteget tanultam autodidakta módon is, tehát utána olvastam cikkekbe, szakcikkekbe, könyvekbe, és így tudtam igazából fejlődni folyamatosan. Online vagy kimondott szakkönyvek? Mert ugye mostanában ugye felmerül ez a vita, hogy amit az online rendszerben megtalálunk, az szakmailag mennyire hiteles, mennyire jó, ugye Wikipédia, stb., ha más irányba elfordítjuk ezt a kérdést, nem biztos, hogy tudományos alapjai vannak. Te melyik oldalt képviseled? Abszolút nem. Én hiszek az online részbe is, viszont ott megvannak azok az oldalak, például a Google Scholar, a Google tudós rész, ahol csak opponált, leellenőrizett, tehát egy olyan szakcikkeket találunk, amelynek biztos megvan a tudományos háttere és az alapja, és azoknak a szavára lehet is adni, tehát nem blogok, nem vlogok, hanem ennél komolyabbak, azokban hiszek, azokat sűrűn olvasom, illetve a szakkönyvek azok egyértelműek. Tehát ezek a tartalmak, ezek mind kontrollált formában találhatók meg, és kimondottan szakembereknek gyártják. Igen. Készítik. Igen. Jó. Na most akkor tulajdonképpen van-e, nyilván mindenkinek van egy ilyen, hogy bárhol dolgozik munkaszerződés. Mi a pontos munkaköri leírásod? Gondolok itt arra, ugye, hogy nyilvánvalóan te egyénileg játékosokkal is külön-külön dolgozol. Nyilván van egy olyan rendszer, hogy mondjuk hátvédek, csatárok, centerek, vagy egész csapat. Ez nyilvánvalóan többféle munka. Igen, szószoros értelmében, hogy erőléti edző, ez túl sokat nem mond, és így az évek alatt nekem is így folyamatosan bővültek a munka feladatai, munkaköreim. Tehát amellett, hogy vannak az erőléti edzések, ahol ugye a Hajas Csabi kollégám segít nekem, és ketten csináljuk ezt, az egyik legfontosabb a sérülés megelőzés. Tehát a prevenció, a sérülések elkerülése, ez nem csak a konditeremben történik, hanem ugyanúgy pályaedzéseken is. Ugye mellett ott van a teljesítmény maximalizálása, tehát hogy kihozzuk a játékosokból a legtöbbet, de például olyanokkal is bővült ez, hogy a rehabilitáció, hogyha valamilyen sérülés történt, akkor ennek megvan a saját metódusunk így a csapatban, az iskolaorvossal, a dr. Bauer Ottóval, a technikai igazgatónkkal, a Gábor Mátéval, Milossal egyeztetünk, hogy mi a legjobb út, mi legyen a kezelés, hova menjen a játékos, kell-e neki egy évvizsgálat, stb. Tehát ebbe ugyanúgy belekapcsolódok, és ez is a része. Emellett még egy fontos a táplálékkiegészítők, hiszen ez elengedhetetlen most már, ennek a menedzselése, ugye folyamatosan töltöm fel úgymond a raktárainkat, hogy meglegyen minden a srácoknak, most gondolok itt a napi vitaminokra, hogy az legalapabb C-vitamin, a fehérjék, a BCA-k, stb. Stb. Tehát, hogy mindig rendben legyen, ha valakinek valamire szüksége van, akkor tudjak nekik adni. Emellett ugye jönnek be plusz feladatok, például amikor a Szilinek volt a lábközépcsont törése, akkor, ha jól emlékszem, 4-5 héten keresztül jártunk úszni heti kétszer.
és a végén már ott voltunk, hogy lehet el kéne indulni az országos bajnokságon 50 méter gyorsba. Olyan jó haladt. Tehát, hogy mindig vannak ilyen plusz feladatok, amik így bejönnek. Tehát nagyon nehéz most definiálni azt, hogy erőléti edzői feladatkör és munkakör, mert folyamatosan ezek bővülnek és picit változnak és rugalmas. Az látszik egyébként, hogy a csapat ebben a szezonban is nagyon jól szerepel, mert azért az ellenfeleinknél látszik, hogy a 25. perc környékén egy kicsit, mintha mi még mindig tudnánk sebességet váltani, és ha nézi az ember a netet, ott nagyon sok olyat lát egyébként, hogy ezekkel az új modern edzéseszközökkel, amit te mondtál, gyakorlatilag személyre szabva meg lehet mondani a kiértékelések után, hogy akkor te holnap nem edzel, neked holnap ezt kell edzeni, és akkor itt egy új oldalról is megismertünk, mert ugye van olyan, ahol profi kluboknál elmegy a játékos, és kinyitja a szekrényt, és ott van benne, hogy neked most ezt kell megenni. Akkor egy kicsit te ilyen dietetikus is vagy, ugye, ha föltettem így a kérdést. Ezt nem szeretem használni, mert ez egy külön szakma, és nem is kompetenciám. Tehát ez nem is kompetenciám. Amennyi tudásom van, azt próbálom átadni a játékosoknak. Már többször el is mondtam, hogy én nekem itt szerencsém van, mert általában olyan játékosokkal tudok dolgozni, akik nagyon tudatosak. Tehát nem véletlenül a táplálkozás terén, edzés után Ákos mindig föl is megy, és egyből pótolja a kalóriát, ezt tudjuk. Igen, ugye? Az izotónérsítal elengedhetetlen. Igen. Tehát, hogy ebből szerencsém van, hogy abszolút partnerek ebben. Én nem szeretnék rájuk erőltetni semmit, ezt mindig meg tudjuk beszélni, hogy mi az, amit szeretne, mi az, ami bejött nekik az évek alatt. Tehát van mondjuk egy idősebb légiós, aki már 30 pluszos, idézőjelben az idősebbet, inkább mondjuk azt, hogy rutinosabb, az már kitapasztalta, hogy mi kell az ő szervezetének, az ő testének. Én nem erőltetek rá semmit, hogyha van külön kérése, akkor azt segítek úgymond beszerezni, vagy megbeszéljük, hogy az most mennyire jó, mennyire nem hasznos, stb. Tehát nyilván egy ilyen intenzív igénybevétel után nagyon fontos a kalóriabevitel, a pontos kalóriabevitel, meg a vitaminok, mint katalizátorok. És akkor azt mondod, hogy ezek az alanyaid, ezek már annyira tudatosan csinálják, hogy tulajdonképpen te csak instruálod, és felhívod a figyelmét arra, hogy... A legtöbb esetben igen, rákérdezek, hogy van-e vitamin, általában akkor mindig valami, ez elfogyott éppen, tehát hogy az hasznos ilyenkor, főleg a téli időszakban például a D-vitamin, az... anélkül nem lehet. Tehát akkor van ilyen, amikor azt mondod, hogy akkor ez most nem kötelező, de hát kötelezően ajánlottan akkor ezeket a készítményeket. Abszolút, és akkor meg is beszéljük, hogy arra miért van szükség. Tehát azt tudják, a játékosok is tisztában vannak ezzel. Nagyszerű. Hát következő kérdésem, ami érdekelne, ugye egy szezonra fölkészítem a csapatot, egy versenyidőszakra fölkészítem egy csapatot, edzőmérkőzés, stb. Ugye régen ezt az edzők nagyon nehezen állították össze, mert tulajdonképpen ehhez kellett ismerni magát a játékost. Igen ám, de hát a világ akkorát fejlődött, gondolom itt is, hogy teljesen új eszközöket tudunk használni. Ugye katapult, online világ, különböző mérések, hát én még emlékszem, amikor mi tanultuk az úgynevezett Abalakov tesztet, nem tudom, ismered-e ezt? Igen, a felugrás. Ugye a felugrás, egy centiméteres szalag volt a játékosnak a derekára rögzítve, és akkor ugye annak a csapó csapdáján a mérés, hogy mennyit tudott emelkedni. Hát gondolom, ma már ez nem így működik. Mik ezek az új eszközök, amik a te munkádat segíted, és mennyire kell ehhez a számítógépet is használni nyilván? Hát azt azért ma látni kell, hogy ez már tudomány. Tehát az élsport az ma már tudomány. Teljes mértékben enélkül nem lehet elérni azt a teljesítményt, azt a csúcs teljesítményt. Három fő műszert használunk mi. Az egyik az InBody, ez a testösszetétel mérésére alkalmas. Ez nagyon pontosan meg tudja mondani. Bocsáss meg, igen? Hogy félbeszakít, ezt fordítsuk le a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen ez az a mérlegforma, szobamérlegforma műszer, ugye, amit kiemelünk, fogantyú, és akkor ez mér bizonyos dolgokat. Tehát ezt azért mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, de szobamérleget otthon azért a fürdőben látott. Tehát ez ehhez hasonló. Igen, és egyébként most már vannak hasonló elven működő hétköznapi felhasználású mérlegek, különböző bevásárlóközpontokban is lehet ilyet venni sokkal-sokkal olcsóbban, csak értelemszerűen ezek nem olyan pontosak, de az alapelve, ez a bioimpedancia elve, ami működik, ez ugyanaz igazából az InBody-nak is, meg egy alapján mérlegnek. A lényege az, hogy el tudja különíteni a testben, a szervezetben az zsírmennyiségét, a zsírt, a testizmot, a vizet,
tehát nagyon sok összetevőre szétbontja, és én pontosan látom, hogy az adott játékoson mennyi a testzsír, mennyi az izomfő, sőt tudja azt is, hogy például a jobb lábán, bal lábán mennyi izom van, tehát el tudja különíteni szegmentáltan végtagokra is. Ez ugye nagyon fontos a mi sportágunkban, mert hogyha például túlerősíti egy játékos a felső testét, és gyenge a láb, akkor előbb-utóbb ott valami térsérülés, bokasérülés ugye előjöhet, plusz lassabb is lesz a játékos. Tehát, hogy ez nagyon jó visszacsatolás nekem is, és a játékosoknak is plusz motivációt ad. Meg, akkor ez nyilván meghatározza a továbbfejlődés irányait. Igen. Hogy akkor merre megyünk. Azt én szoktam látni egyébként, mert most ne jegyél meg, mert figyellek, a bajnoki mérkőzéseken nem nagyon, de azt szoktam látni, hogy edző mérkőzéseken mérsz. Mit mérsz ott? Ugye nyilván a aktuális állapot, de ezt hogyan, miképpen történik? Ez a második eszközünk, amit használunk, műszerünk pontosabban, ez a Polar rendszer, a Polar Team Pro rendszert használjuk, ami a púzust figyeli igazából egy melkaspánttal, tehát ez egy szívfrekvencia figyelő rendszer. Tehát ez az, amit például lehet látni, amikor a labdarúgó mérkőzés közvetlenül a játékos lekapja, és ez a... Igen. Polár van alatta. Igen, ezt ugye élő, úgymond élő egyenesben látom, hogy mennyi a szívverése a játékosnak, és itt azt szoktuk igazából figyelni, és azt jegyzetelem, hogy a pályán az adott dolgot, amit végrehajt, legyen egy dobás, egy assziszt, egy eladott labda, egy rossz döntés, egy jó döntés, mögött milyen élettani jellemző van magyarul, mennyi volt a púzusa, amikor ő bedobta azt a triplát, mennyi volt akkor, amikor adott egy rossz paszt. És ezt leginkább felkészülési időszakban szoktuk használni edzőmérkőzéseken, és ez a Milosnak is elég sok plusz információt ad, hogy melyik játékost hogyan lehet megterhelni, mennyi időt tud a pályán eltölteni, mi az a max, amikor azt szoktuk mondani, hogy már lefőzi a kávét, és akkor már le kell hozni, mert rossz döntéseket hoz. Tehát így évelején így nagyon jól fel tudjuk ezzel térképezni a játékosainkat. Akkor tulajdonképpen, amit mondtál, ebből nekem az jön le, hogy a jó döntésnek is kell, hogy legyenek komoly fiziológiai alapjai. Különben ez nem fog menni. Tehát akkor ez az, amikor azt mondjuk, hogy a játékos elfáradt, az nem is biztos, hogy attól van, hogy nem olyan sebességgel mozog, hanem egyszerűen azért, mert rossz döntést hoz. Vagy van egy olyan extrém magas púzus a háttérben, amikor nem tud, tehát van egy ilyen oxigénhiányos állapota már, amikor beszűkül minden, és csak egy pontot lát maga előtt, nem látja azt, hogy ott van egy üres játékos, nem adja oda a labdát, stb. De egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes sztorim a Raymond Covers, aki ugye tavaly itt volt nálunk, shooterünk, és edzőmérkőzéseken figyeltük, ő túl alacsony púzussal nem tudott jól dobni. Tehát, hogyha ilyen 130-140-es volt a pulzusa, egyszerűen nem volt ritmus, és hibás dobásai voltak, neki kellett a ritmus, kellett, hogy egy bizonyos sebességen pörögjön, 160-170 között tudta a legpontosabban dobni a tripláit. Ha, örülünk akkor, hogy a kupa döntőn ezt elkapta, ezt a frekvenciát, mert az nagyon jó volt. No, akkor van-e még valamilyen modern eszköz, vagy leginkább ez a kettő, ami van, nyilván ezt használod a legtöbb? Talán nem, a legfontosabbat hagytam a végére, igen? Az erőplatót. Az erőplató, az egyszerűen Verasztó Peti mondta, hogy ez egy rohadrága mérleg. Igen, megfogalmazta jól. Igazából ezen felugrásokat végeznek a játékosok, és azt nézem, hogy milyen magasra ugrottak értelemszerűen, milyen erővel, és milyen sebességgel. És a felugrás sebesség az nekem információt ad arról, hogy mennyire pihent, vagy mennyire fáradt a játékos. Tehát az idegrendszer mennyire van elfáradva, és ezt azért sűrűbben szoktuk nézni, főleg amikor sorozatterhelésünk van, vagy valami olyan periódus, akkor ezzel nagyon pontosan meg lehet határozni, hogy melyik játékos éppen milyen formában van. És akkor ennek megfelelően föl lehet építeni az ő terhelését. Tehát akkor ez egyszerű fizika hatás, ellenhatás. Pontosan, és igen. Te tudod látni azt, ami tulajdonképpen fontos. Hát akkor megegyezhetünk abba, hogy a mai profi sportot, de most szerintem mi csak a kosárlabdáról beszélünk, az tulajdonképpen jól felkészített futó-ugró atléták játsszák. Abszolút. És akkor abszolút. Tulajdonképpen, ha röviden megfogalmazva, ez a te dolgod, hogy ezeket a jól felkészült futó ugró atlétákat, ezeket hoz ki az edzőteremből. Igen. És talán a legnehezebb, hogy ezeket át tudják vinni a pályára. Tehát hiába tud valaki nagy súllyal dolgozni a konditerembe, vagy eszméletlen gyorsan lefutni 30 métert, hogyha ez nem köszön vissza magán a pályán játék közben, labdával, ötödbe, akkor igazából nem ér az egész semmit. Hát akkor itt jön be ugye mentális dolgok, a csapatpszichológus, stb., hogy ki milyen jó versenyző, ugye, de hát ebbe is adsz tanácsokat, vagy próbálod motiválni a játékosokat, vagy segíteni, mert azért különösen fiataloknál látszik, mikor fölkerül a pályára, egy kicsit, mintha ebben tudjuk, nem annyira. Én ezt érzem, hogy nem az, hogy tőlem távol áll, de ebben nem érzem magam profinak, és ezért nem akarok igazából belekontárkodni ebbe.
Na, hát itt jön akkor a szurkoló tábor, aki biztatja és hajtja és űzi a srácokat, igen, hogy igen, még jobb legyen. Felnőtt edzőként, ha van ilyen, mit tekintesz a legnagyobb sikerednek? Ha mondhatunk ilyet, de természetesen ugye nem ilyen. Hogyha konkrétan meccset kell mondanom, vagy valami például ilyesmi eredményt, akkor talán azt mondanám, hogy amikor az 5. mérkőzésen Szolnokon sikerült nyernünk bajnoki döntőbe, az egy nagyon nagy siker volt, mert ott az már tényleg egyrészt az idegek harca volt, az már egy nyílt sisakos 5. meccs volt, és ott én ott úgy érzem, hogy fizikálisan nagyon föléjük tudtunk kerekedni akkor, az nekem úgymond egy jó visszacsatolás volt, hogy az a munka, amit csináltunk előző augusztusban, illetve egész évben az ott visszaköszönt, és ami meg úgymond a szívemnek a legkedvesebb az az, amikor egy játékos odajön hozzám, és azt mondja, hogy ez együtt sikerült csak. Amikor a Sobégártó Ábelnek volt az Achilles szakadása, és pont azon az 5. mérkőzésen ő pályára tudott lépni ott Szolnokon, kihagyta az egész évet, de ott arra már úgy kész volt, és ott megbeszéltük, hogy ez hatalmas eredmény, vagy amikor a Szili visszajött a lábközép csonttöréséből, vagy a Bennyvel is dolgoztam sokat így a rehabilitációban, és akkor az szerintem azok a legnagyobb eredmények nekem. Na, örülünk, hogy ez ilyen jól működik, de most erre visszacsatolva minél kevesebb ilyen jellegű munka. Igen, 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 igen. Utánpótlás. Más a feladatrendszer nyilvánvalóan ebből adódóan, hiszen gyakorlatilag itt, ha mondhatom ezt a szót, kész játékosokról van szó, ott pedig nyilván a fejlesztés más irányai azok, amik fontosabbak. Például gondolok egy hirtelen megnyúlt, megnőtt játékosra. És ugye hozzájön a tanítás, tehát hogy ott a pedagógiai vonulat is bejön, hogy ott meg kell tanítani a játékosokat, nem csak arra, hogy egy gyakorlat hogy néz ki, hanem tényleg az életmódtól elkezdve, hogy viselkedünk a konditerembe, hogy építem fel az életem, a hétköznapokat, tehát sokkal komplexebb, sokkal nehezebb egyébként az utánpótlás munka, mint a felnőtt ilyen szempontból. Hát akkor itt jönne a kérdésem, ugye, hogy minden idő elfoglaltság, tehát idő, mert ha jól tudom, te nem csak a Falkónál dolgozol, ugye, ha már itt tartunk, akkor nagy csapat, utánpótlás, és ezen kívül még ott van az egyetem is, tehát ahol te tanítasz. Hogy tudod ezt összeegyeztetni időbe? Az elmúlt év volt a legkeményebb egyébként, az elmúlt szezon. Az a szerencsém most, olyan helyzetben vagyok, hogy sikerül kiépítenem egy olyan csapatot az utánpótlásba, leginkább volt hallgatóimmal, akik tudnak nekem segíteni. Tehát tartják az edzéseket, és igazából most nekem a fő feladatom az utánpótlásban, hogy összefogjam ezt a munkát, és koordináljam. Tehát picit ez most változott így idén és a tavalyi év végén. Közben a kukutatsz is, tehát igen, támaszkodsz ilyen, igen, hallgatóid által végzett dolgokra, megmutatásokra, meg hát ugye megcsináltad a doktorit is, nyilván ennek is köze van a... Igen, hát most, hogyha jól számolom, akkor 7 szakdolgozom van, és mind a 7 az olyan téma, ami abszolút aktuális. Van, ami kosárlabdától kicsit messzebb áll, de van olyan, ami közel és abszolút kosárlabda statisztikai elemzésekből áll, stb. És én is tanulok folyamatosan. Szakdolgozóim hozzák az új cikkeket, kiválasztják, én akkor azokból tudok tanulni, tehát ez egy ilyen, úgymond ilyen win-win kategória. Hálás feladat mindig hallgatókkal dolgozni. Ja, tényleg, vice versa. Akkor ez egy visszatérő kérdés, hogy elmélet és gyakorlat viszonya, mit vizsgálunk, miért fontos, és ugye nyilván egy visszacsatolás. Ezt akkor valószínűleg, hogy te végigcsinálod, ugye, de tulajdonképpen hol van ennek a legnagyobb hangsúlya? Az utánpótlás csapatnál, hallgatóknál, vagy a felnőtteknél? Vagy tulajdonképpen, ha van egy ilyen hiba, akkor mindenhol azért igyekszel utána nézni, hogy ez működik-e? Magukat, ezeket a kutatásokat nagyon sokszor iskolai környezetben hajtjuk végre, iskoláskorú gyermekekkel, akár általános iskolában, akár középiskolában, gimnáziumokban. Emellett az utánpótlásban is folynak folyamatosan ezek a kutatások. Több van egyébként az utánpótlásban. A felnőtt csapatban nem akarom ezzel úgymond zavarni a fiúkat, inkább ilyen másodelemzéseket szoktunk csinálni. Ez azt jelenti, hogy amit amúgy is mérnék, amiről ugye korábban szó volt, egy-egy ilyen polármérés, egy-egy olyan edzőmérkőzés, amikor ugye elemeztük az adatokat, vagy egy-egy ilyen erőplatómérés, utólag kielemezzük valamilyen szempontból. Tehát ez nem ró plusz feladatot úgymond a srácokra, hanem a mindennapi méréseket használjuk fel kutatási célból. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy van már mögötted egy olyan tapasztalati bázis, ahol például egy ilyen extrém terhelést is lehet bírni, mint most ugye a csapat itt a válogatott szünet előtt szerda-szombat mérkőzés,
ami azért egy extrém terhelés, és talán egy dologról még nem is beszéltünk, hogy mennyire fontos egy edzésinger vagy egy meccsinger után a rehabilitáció, a pihenés. Ugye az ingerek csak akkor érnek valamit, ha utána ez megvan. Hogy pihen például a nagy csapat, mikor egy szerda szombatban játszunk? Tehát kapnak mondjuk egy nap pihenőt? Egy egész nap pihenőt tudnak kapni ilyenkor? Rettentő nagy előnnyel jár, hogyha jól ki van használva a regeneráció. És tök érdekes, mert pont fordítva működik. Amikor kevés az idő a mérkőzések között, akkor nem kapnak pihenőt, tehát akkor nincs. Például egy szerda szombatnál, vasárnap biztos, hogy van egy regenerációs edzés. Amikor viszont mondjuk szombat-szombat van, akkor megkapják a vasárnapot pihenőnek, mert úgymond van idő fölépíteni újra a hetet, van idő egy ilyen mikrociklusra, egy ilyen periodizációra, de amikor több meccs van egy héten, akkor muszáj regenerációs edzés, a keringésfokozás, tehát kimosni a salakanyagot az izmokból, egy tonizálás, magyarul a tónusba hozni az izmokat, az esetleges berövidülteket megnyújtani, hogy utána abból ne legyen sérülés, nagyon-nagyon fontos. És főleg ő a Zolika, ugye ebben a nyújtásban ő a segítőd, akivel már beszélgettünk, Tanai Zolika. Tanai Zolival, igen, így sokszor van. Segít egyébként, illetve a játékosoknak is, hogyha valamilyen húzódásuk van, kisebb izomgörcs, akkor egyből ott van, és ki tudja masszírozni ezt. Hát ebből is látszik, hogy milyen komoly tím dolgozik ugye itt a csapat mögött. Akkor talán következik az utolsó kérdés, hát most mondtad, hogyha ilyen ritmusban játszunk, akkor még vasárnap sincs pihenő, hanem menjünk. Család, hát hogy bírja ezt a család? Nyilván akkor támogat téged, meg ha jól tudom, akkor egy nagyon kedves, nagyon szép, nagyon aranyos kis családod van, gyorsan egy megjegyzés. Kedves feleségednek voltam egy ideig edzője, igen. És minden gyerkőc, minden. Mesélj erről egy picit, hogy azért ezeket a gondokat azért nem viszed haza. Az elején nehezebben fogadta el a feleségem ezt, hogy nincs hétvége. Tehát, hogy sokszor itthon kell, tehát itthon kell lenni a hétvégenként, mert rehabedzés van, meccs van, stb. Most az elmúlt jó pár évben ezt már abszolút elfogadta, és úgy alakítjuk az életünket, hogyha, amit tudom én, egy olyan másfél-két havonta van egy szabad hétvége, akkor arra időzítünk valamilyen családi programot, hogy együtt elmegyünk. Ugye van egy 3 éves kisfiam, aki most lesz március 15-én 3 éves, akit nagyon szeretek, és hát próbálok minél több időt vele tölteni, mert most abban a korban van, hogy egyszerűen rémcuki, úgyhogy amennyit csak lehet vele vagyok így a munka mellett. Röplabdás lesz, vagy kosárlabdázó? Én mindig azt mondom, hogy választhat. Tehát lehet feladó, ütő röplabdába, illetve lehet irányító vagy kettes kosárlabdába. Van választási lehetősége. Így van, ő dönt, lényeg, hogy megtalálják a reményt és a boldogságot. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit belemásztunk ebbe a kulisszába is, ahol tulajdonképpen a mindennek az alapját meg tudtuk veled beszélni, és akkor hadd búcsúzzam el tőled azzal, hogy a továbbiakban nagyon-nagyon sok boldogságot a kis családhoz, a csapathoz, eredményeket, és természetesen, ahogy a hadseregben mondták annak ide, erőt és egészséget kívánjak neked, és szívesen várjuk akkor a szakirodalmat is. Elemezzük, olvasgatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem a lehetőséget. Kedves hallgatóink, dr. Laki Ádámmal, a csapat erőléti edzőjével beszélgettünk. Hallgassanak bennünket, és addig se felejtsék. Hajrá, Falkó! Falkó!